Tegnap felmerült egy olyan kérdés, hogy a lélek mint olyan vajon miáltal működik, hogyan képes fenntartani magát ez a rendszer, és hogy miért beszélhetünk arról, hogy a lélek léte örök. Hiszen ugye azt állapítottuk meg a korábbi előadások által, hogy igazából csak a testeknek van, lehet egyfajta mulandósága, de a léleknek nem. Tehát arról kell beszélni, igen, hogy a lélek valószínű, hogy egy örök, Rendszer, és azt is mondhatjuk, hogy szerintem a léte ilyen szempontból nem korlátozódik anyagra. Éppen ezért én azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó kérdés az, hogy ez a szegmens miáltal működik, hogyan lehet fenntartani. És szerintem az is nagyon jó kérdés, hogy milyen az összetétele. Én azt a választ adtam tegnap, hogy szerintem azért tud így működni, mert nagyon sok energia adódik össze, és tulajdonképpen a magasabb szintű energiák azok, amelyek táplálják a lelket, mondjuk így, vagy arról is beszélhetünk, hogy maga a lélek egy nagyon összetett energetikai rendszer, amiben sok minden fogalmazódik meg, és lehet, hogy pontosan ezáltal léte, a léte örök. Tehát, hogy ezáltal lesz a léte örök. Viszont akkor én arra a következtetésre jutottam, vagy jutok, hogy lehet, hogy a testek azért mulandók, mert hogy nem jut elég energia eme szegmensbe, és akkor így szerintem beszélni kell főként, ugye a fizikális létezésről, mondjuk azt, hogy a 3D-s dimenziós aspektusokról. Hú, szerintem ez a mai téma nagyon összetett lesz, ugyanakkor én azt gondolom, hogy valamilyen szempontból lehet, hogy újításként fog szolgálni, és bízom benne, hogy nagyon izgalmas, főleg számomra, hogy ismételten improvizálok 947. alkalommal. Ugye én ezekre a felvételekre nem szoktam külön felkészülni, és minden élőben születik, úgyhogy ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy izgalmas, hogy vajon végig tudom-e vinni ezt a mai elvadást. De szerintem sikerülni fog, bízom benne. Tehát igen, én arra a következtetésre jutottam tegnapról mára, hogy a lelket, nagyon-nagyon sok, vagy magas szintű energia, vagy energetikai rendszer táplálja, vagy táplálhatja, és maga ez a rendszer jelentheti a forrást számára. Persze, szerintem mindig nagyon jó kérdés az, hogy egyrészt ez a forrás hol található, másrészt pedig, hogy mondjuk azt, hogy a lelket ugye kiteremti, tehát ez is, ez is egy nagyon jó kérdés. Vagy hogy ezek az energiák miből származnak? Hát lehet, hogy nagyon sokan azt fogják mondani, hogy nyilván Istenből. Tehát, hogy ezek az energiák lehet, hogy Istenből erednek, és ezáltal képesek úgymond a lelkek egyrészt létrejönni, és működni. És lehet, hogy pontosan eme magas szintű energiák által, amelyek Istenből jönnek, vagy jöhetnek, lesz örök a léte a léleknek, és a mulandóság ezért nem hat rá. Persze gondolom, hogy eme felvetés által is sok minden fogalmazódik meg, és lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a lélek léte is mulandó. Én ebben nem hiszek, mert én nagyon sok testetöltésemre emlékszem például egyrészt, másrészt pedig, hogyha tényleg ez egy magasabb szintű rendszerből származik, akkor én azt gondolom, hogy itt mindenképpen örökségről kell beszélni, és éppen ezért lehet az, hogy csak a fizikális testeknek van mulandósága, mert ahogyan mondtam, lehet, hogy emel szegmensbe nem jut annyi energia, vagy legalábbis ilyen minőségű energia, mint ami tulajdonképpen a lelket úgymond táplálja. Hmm. Egyébként most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért van mulandóság, öregedés és halál mert hogy a test mint olyan, maga a test nincs annyira közel Istenhez. Hogyha azt mondjuk, hogy Isten ugye egy örök rendszer létező, és benne találhatom meg ez a nagyon magas szintű energia, ami szerintem valamilyen szempontból konzervál és örökséget ad de azt is mondhatjuk, hogy ő maga, ez az energetikai rendszer, akkor arról kell beszélni, hogy én azt gondolom, hogy a lelkek, mint olyanok, nyilván, hogy sokkal közelebb állnak ehhez a fajta mintához, és hát lehet, hogy tényleg belőle is erednek, tehát tényleg lehet, hogy Istenből erednek úgymond a lelkek, viszont a testek nem. Tehát a test az jóval távolabb van, úgymond, ettől a szférától vagy rendszertől, és lehet, hogy pont ezért jelenik meg maga a mulandóság, egyrészt a Földön, másrészt pedig, ugye, amit mondtam, tehát, hogy lehet, hogy ezért van a testeknek úgymond halála, de hát tudjuk nagyon jól, hogy csak a testeknek, a testi formuláknak, a léleknek, és hát a szellemiségnek nem. Tehát akkor, igen, tehát lehet, hogy azt kell csinálni, hogy a testeket is, vagy hát az anyagi rendszert, a fizikális rendszert közelebb kell vinni, leegyszerűsítem Istenhez. Persze jó kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk megcsinálni. Hát rezgés szintemeléssel. Mert ilyenkor ugye sokkal több fény fog báramolni, sokkal tisztább energiák, magasabb szintű energiák, és például én is észrevettem azt magamon, hogy mivel magasabb rezgés szinteken működöm, ezért egyrészt például rám az öregedés, mint olyan nem hat annyira erősen. Bár mondjuk majd meglátjuk, hogy húsz év múlva hogy fogok kinézni, de hát igazából ezt nem csak magamon vettem észre, hanem igen, ismerek olyan embereket, akik. Szintén magasabb rezgés szintekkel működnek, és így is öltöttek testet, és ez rájuk is ugyanúgy igaz, hogy, hogy az öregedés, mint olyan például nem igazán mm, jelenik meg olyan erősen. És hát beszéltünk arról is, hogy Szerintem ezek a lelkek sokkal könnyebben kibe tudnak lépkedni, úgymond a fizikális rendszerből. Hát azért van ez szerintem, amit mondtam, mert ők sokkal közelebb vannak ehhez a magasabb rendő mintához. Vagy azt is mondhatnám, hogy ők nem igazán szakadtak ki belőle, vagy csak részben. És akkor most beszélhetünk például ugye Jézusról is, és az ő csodatételeiről mert ugye, hát nyilván, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ő is ugye ebből a rendszerből szállt alá, igen, hát ő neki is valószínűleg nagyon magasan volt a rezgés szintje, a saját frekvenciája. Hát jó kérdés, hogy mondjuk Jézus, vagy ez a szint hány hercen rezeg, vagy hogy ő hány hercen rezget az energetikai rendszerek, most ebben nem menjünk bele, biztos, hogy magasabb szinten, és ezért volt az, hogy ő tulajdonképpen nagyon sok olyan dolgot létre tudott hozni, és tudott ugye gyógyítani, meg akár például halatokat föltámasztani, és ugye saját magát is, stb. stb. stb., amelyek igazából szerintem pontosan abból erednek, amit mondok, hogy ő közelebb volt ehhez a mintához, és hogyha valakinek a lelke úgymond közelebb van, Istenhez, akkor szerintem ő, hát azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy egyfajta ilyen örök létállapotot és rendszert képvisel, és hát az is nagyon jó kérdés, hogy mondjuk ők hogyan és miképpen teszik le ezt a testet, hogy ezt a testet, mint olyat, mennyire tudják úgymond, Például konzerválni, mert, ahogy mondtam, szerintem, akik nem öregszenek annyira erősen, vagy akiken egyáltalán nem látszik a kor, náluk szerintem az lehet, amit mondtam, hogy ők közelebb vannak ez a mintához, ergo magasabb rezgésszinteken mozognak, ami számomra azt jelenti, hogy pontosan, hogy ezzel a mechanizmussal konzerválják saját magukat. Persze ezt átvitt értelemben kell érteni. Maga az energia fogja szerintem a testeket úgymond fiatalon tartani, vagy fiatalabb állapotokban, és lehet, hogy például az öregedési folyamatok nem is indulnak be annyira erősen. Megmondom őszintén, hogy ez a fajta tétel vagy gondolatiság egy olyan valakiről jutott eszembe, aki most engem nagyon erősen megihlet, ugye a harmadik hónapja, és aki által nem igazán tudom elfogadni például az öregedés tényét, illetve arról kell beszélni, hogy vele kapcsolatban nem tudom elfogadni. Mert annyira közel áll hozzám ez az illető, és annyira fontos számomra, hogy, hogy nem tudom, és tudtam őt látni megöregedve. Mindjárt le fogom vezetni ezt a tételt, hogy mire gondolok, és akkor párhuzamot fogok vonni ezzel a mostani eszmefuttatással kapcsolatban. Ezért mondtam azt, hogy szerintem ez egy nagyon jó kis és izgalmas tétel lesz, mert remélem, hogy olyan dolgokat tárok föl, amelyeket ö, lehet, hogy még sokkal kevesebben. Igen, mindenképpen el kell mondanom azt, hogy kire gondolok, mert ö, általa rengeteg új dologra jöttem rá, és most már, ha jól emlékszem, akkor 38 órán keresztül beszéltem róla, vagy 36, de szerintem inkább 38, igen. Szóval amióta ő úgymond belépett az életembe ilyen formán, vagy mondjuk azt, hogy az aurámba, nagyon sok spirituális tételt húztam még pluszban felszínre. És olyan bugyrokba ástam, és olyan dolgokra jöttem rá, amelyek szerintem nagyon egyediek, és hát ugye ő horvát Teri, színművésznő, aki már ugye nincs köztünk fizikálisan, bár én mondjuk szoktam vele találkozni, lélek szinten, Többször, nagyon sokszor kinyilatkoztatja saját magát, egyébként számomra folyamatosan. Tehát három hónapja tényleg szó szerint vele élek. <laughs> és ő az, akivel kapcsolatban az öregedés tényét nem tudom elfogadni. Ugyanis, hát én nagyon sok felvételt és fotót láttam róla. Szinte mindegyik filmjét láttam, amelyekben szerepelt. Na most arról kell beszélni, hogy én 50 éves koráig körülbelül tudom őt ezzel a fajta horvátteri minőségével azonosítani. És találtam olyan felvételeket is, ahol ő már körülbelül olyan 60-70 éves volt. Ö, nem ismertem meg. Nem csak külsőleg, belső létállapotok szerint sem. Ü, igazából ez a fajta úgymond sok hatás generálta vagy ihleti a mai felvételt és tételt, mert általa még erősebben elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon az öregedés, mint olyan, miért jelenik meg a Földön? Hogy miért? Jó, tudjuk azt, hogy nagyon sokféle elmélet van ezzel kapcsolatban, hogy maga az öregedési folyamat miért indul be. Vannak, akik szerint ez egy teljesen természetes folyamat, én ebben nem hiszek. Én rögtön azt fogalmaztam meg, hogy szerintem az öregedés is azért van, mert rengeteg hibás kód, hangsúlyozom kód van jelen a Földön. Tehát itt valamit nagyon erősen vagy átkódoltak, vagy áthangoltak a Földön. Hát mondjuk azt, hogy úgymond ezt a mátrixot, ami tulajdonképpen az itteni fizikális létállapotot adja, és szerintem nagyon-nagyon sok hibás kód van. Az is lehet, hogy szándékosan kódoltak át itt mindent, igen, én azt gondolom, és az is lehet, hogy valami hiba csúszott a gépezetbe. Azt nem mondom, hogy a teremtés kapcsán vagy által, szerintem később és később alakultak ki például a negatív energiák, szerintem a teremtés kapcsán még erről nem kell beszélni. Ugyanakkor az öregedésről sem, a haláról sem, a szenvedésről sem. Na, és miután ezek a negatív erők begyűrűztek és elterjedtek, Keletkezhettek szerintem ezek a hibás kódok. Hát azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy univerzálisan, mert hát nagyon jó kérdés, hogy például a negatív erők, hogy a Földön belül fogalmazottak meg, vagy az univerzumból kerültek ugye a Földre. Mert az is lehet, hogy tényleg kívülről jönnek és származnak, és nem biztos, hogy a Földön belül keletkeztek és jöttek létre. Viszont, hogyha az univerzumból származik ez a sok negatív erő, akkor szerintem a Föld nevű Bolygót valahogyan, mondjuk azt, hogy parapszichológiai szempontból, és különböző ilyen mondjuk azt, hogy ilyen spirituális technikák által valahogyan le kellene védeni. De most ebben nem menjünk bele, mert most nem ez a lényeg. Csak gondoltam, hogy ezt is megemlítem. Tehát igen, tehát az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok hibás kód jelenik meg, és szerintem az öregedés, mint olyan is, ennek tudható be. Persze tudom azt, hogy sokan vizsgálják azt, hogy ugye biológiai szempontból, miért van öregedés, és hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot esetleg lelassítani, vagy totálisan megállítani. De én nem a biológiai szempontokat vizsgálom. És persze annak is utána néztem, hát nem csak most, már mondjuk tíz évvel ezelőtt is, hogy például a Biblia mit ír erről, vagy a különböző szentiratok, én nagyon őszinte leszek, nagyon sok olyan dologgal és felvetéssel találkoztam a Bibliában, amelyekkel én egyáltalán nem értek egyet, és ahogy mondtam, azzal sem, hogy maga az öregedés az egy természetes folyamat lenne, szerintem nem. Szerintem hibás kódok eredménye. Oké. Okay. Na most arról kell beszélni, igen, hogy megfogalmazódik maga a lélek, ugye? És a lélek kezdetek kezdetén még nincs ugye testben, vagy mondjuk az, hogy nem mozgat, ugye, fizikális... Tested. És uh, arról is beszéltünk, vagy hát azt mondtam el, hogy szerintem ez a lélek egy energetikai rendszer, és biztos, hogy magasan lehet a rezgésszintje. Uh, és ezért uh, nincs még test mellette. Mert aminek magasan van a rezgésszintje, ott az anyag mint olyan nem fogalmazódik meg. Na most uh, ahhoz szerintem, hogy maga a testetöltés megvalósuljon, ennek a rendszernek le kell ö, csökkennie, mármint szintjének, tehát hogyha lecsökken a szint, szerintem akkor alakul ki maga az anyag, hogy mondjuk azt, hogy akkor alakul ki maga a testetöltés. Addig nem. Na most ö, igen, ö, mivel lecsökkentek a rezgés szintek, kialakult maga a szamszára a Földön, vagyis a létforgatag, ami azt jelenti, hogy mindig újabb és újabb testekbe kellett és kell ö, ö, jönni és mindig újabb és újabb testeket kellett ölteni. És ugye, hát ez ciklikusan ismétlődik ez az egész folyamat. Szerintem egy darabig. Szerintem, hogyha a földnek a rezgés szintje már sokkal-sokkal magasabban lesz, akkor a szamszára, mint olyan le fog állni. ezt már sokszor elmondtam, és akkor majd nem kell testekbe visszajönni, nem kell testet tölteni, akkor másfajta aspektusok fognak létezni. Na, tehát arról kell beszélni, hogy a léleknek az energetikai szintje biztos, hogy sokkal magasabban van, mint a testnek. Na most, igen, tehát ahhoz, hogy testet tudjunk tölteni, ahhoz le kell csökkenteni ezeket a szinteket. Persze arról kell beszélni, hogy ez nem mindenkinél egyformán zajlik és működik, mert vannak, akik magasabb rezgés érkeztek, és vannak olyanok is, akik meg alacsonyabb szinteken, de annyira biztos le kellett csökkenteni, hogy maga a testetöltés megvalósuljon. Na most ugye azt is tudjuk, hogy sokan azt gondolják, hogy ilyenkor a lélek, mint olyan, beköltözik a testbe, elkezdi mozgatni, és egészen addig benne van a lélek, úgymond a testben, Hát amíg a, nem érkezik el a halálnak nevezett, úgymond átmenet, mert akkor, hogy a lélek kiszáll a testből, és a, hát maga a test, ugye, az elpusztul, mivel, ugye, nincs energia, ami mozgassa a testet. Magyarán a lélek, mint olyan, elhagyja a testi fizikumot, ezt a rendszert, és ezáltal, a test ugye mulandóvá fog válni. Tehát addig van ez a test, addig mozog, addig tudunk testekben működni, amíg kapcsolódik hozzá a lélek, vagy mondjuk azt, hogy energia. Ez a magasabb szintű energia. Nem a fizikális energiára gondolok, nem arra, hogy van-e energiám súlyokat emelgetni, meg bútorokat tologadni, itt a magasabb szintű energiákra gondolok, amelyek lehet, hogy tényleg Istenből, ebből a magasabb szintű egyetemes rendszerből erednek. És akkor mondjuk azt, hogy akkor lehet, hogy mindenki rendelkezik egyfajta energetikai csomaggal, ami mozgatja a testet, a fizikumot, egészen addig, amíg itt kell lenni. De hát ugye arról kell beszélni, hogy nagyon sokféle testetöltés nyilvánul meg, tehát akkor ez az energia, mint olyan, nyilván nem fog elmúlni, Ugye az energia nem vész el, csak átalakul. <laughs> tehát igen, tehát akkor valószínű, hogy amikor ez a test úgymond elmúlik, elporlad, akkor a, ez a rendszer, ez az energetikai rendszer megmarad, és az is lehet, hogy a bardóban, amit ugye köztös állapotnak neveznek, a lélek mint olyan plusz energiákat fölvesz. Lehet, hogy azért is létezik maga a köztös állapot a bardó, mert itt föl tudja venni azokat az energiákat, amelyek ahhoz fognak keleni, hogy az újből testetöltés létrejöjjön. És hogy utána mondjuk még plusz 60-70 vagy akár 80-90 évig tudja én mozgatni egy testet, és hogy energetikailag a fizikális rendszerben működni tudjak. Na most, ha szerintem az öregedés, mint olyan, azért alakul ki, mert ez az energia fokozatosan, valamiért kivonul ebből a történetből, magyarán a testből. És akkor ugye beszélni kell arról, hogy ez nem más, mint a lélek. Na most kérdezzük meg azt, hogy lehet, hogy a lélek igazából fokozatosan és folyamatosan kivonul a testből? Tehát lehet, hogy nem akkor vonul ki, amikor a halálnak nevezett állapot létrejön? Tehát nem halál, a halál állapot akkor vonul ki a lélek, hanem lehet, hogy folyamatosan? egyre jobban vonja ki magát, csak mi ezt nem veszük észre. És maga az öregedés, mint olyan ezért indul be, mert a lélek folyamatosan kivonja magát, ugye évről évre, ahogyan ugye megyünk előre, és ezáltal hát az energia is kivonódik, és ezáltal a test elkezd öregedni, mondjuk az, hogy pusztulni, és hát ez látszik ugye a bőrünkön, nagyon sok mindenen. Igen, mert, mert ez a, ez az életterő, vagy ez az energetikai ö, csomag, vagy nem tudom, hogy hogyan nevezzem, folyamatosan valamiért vonódik ki. Az is lehet, hogy azért, mert folyamatosan és fokozatosan vissza akar térni, ugye, ebben magasabb szintű létalapotba, és ezért a testet, a fizikumot folyamatosan, vagy fokozatosan hagyja hátra. Mert ugye arról kell beszélni, hogy amikor meghal valaki, akkor csak a teste fog úgymond meghalni, tehát azt kell ugye letenni, de, hát tudjuk nagyon jól, hogy a lélek úgymond tovább él, tehát az energia, ahogyan mondtam, megmarad, és lehet, hogy tényleg visszakerül Isten közeli vételapotba, és itt fel tud venni plusz energiákat, mert ahogyan mondtam, hogyha arról beszélünk, hogy mi az Isten, akkor mondhatjuk azt, hogy a legmagasabb szintű energetikai rendszer, amiben olyan sok energia van, ami képes ellátni a nagy univerzális létezést és hát benne a földet és az embereket is. Na most, fú, ez egy kemény téma. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy a lélek, mint olyan, vagy amit mi annak nevezünk, vagy annak hiszünk, az folyamatosan valamiért így így vonódik ki, vagy lehet, hogy saját magát úgy mond, vonja ki ebből az egész történetből, vagy mondjuk azt, hogy hát magából a fizikális rendszerből. Tehát én ezt úgy tudom elképzelni, hogy, illetve most azt mondom el, hogy általában szerintem hogyan gondolkodnak erről a témáról, hogy ugye itt a test, és hogy amikor a halál bekövetkezik, hogy akkor úgy mond a lélek, mint olyan kiszáll. Mondjuk ez a lélek itt. És mivel kiszáll, és a lélek, mint olyan nem tudja mozgatni a testet, ezért ez a test, ugye, meghal, és elpusztul. Tehát ugye gondolom, hogy sokan ezt így tudják elképzelni. Persze utána szerintem kevesebben gondolják azt végig, hogy oké, okay, de mi, mi lesz utána a lélekkel, hogy hol tartózkodik tovább, hogy hogy tulajdonképpen meddig kell neki köztes állapotban lenni, és hogy az újbóli testetöltés hogyan valósul meg. Na most igen, tehát, hogy itt az a legfontosabb dolog, amit meg kell említeni, tehát, hogy a halál állapot a kor vonódik ki, úgymond a teljes egész lélek. Sokak szerint. Na most nekem jött egy olyan gondolat ma, valamikor, nem tudom, igazából majdnem egész nap ezen gondolkodtam, hogy ez nem biztos, hogy így van. Hát ez egy nagyon érdekes tétel lesz most, amit föl fogok vezetni. Lehet, hogy ez nem így van. Lehet, hogy ez úgy van, hogy ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni, hogy a lélek, mint olyan ez az energetikai rendszer, lépésről lépésre vonódik ki. És az is lehet, hogy már mondjuk olyan 30-40 éves korunk körül, mondjuk ezt, vagy 40 éves kor fölött, vagy 50 körül, nem tudom, már elindul úgymond kifele, de mi ezt nem érzékeljük. Vagy mondjuk azt, hogy maga az energia, mint olyan kezd folyamatosan így kivonulni. Azért, amit mondtam, mert lehet, hogy vissza akar térni ebbe az isteni rendszerbe, magyarán ide. És a fizikumot, a 3D-t, mint olyat hátra akarja hagyni, és ezért fogy el az életerőnk. Na most én is tudom azt magamról, hogy 40 felett most már sokkal kevesebb energiám van, mint 20 évesen. Hát 20 évesen szerintem az ember úgy nagyjából megváltotta a fél világot, nem? Tehát, hogyha valaki már átélt ezt a korszakot, akkor tudja, hogy miről beszélek. De mondjuk olyan 40 és 50 körül az ember szerintem már nagyon elfárad, vagy arról kell beszélni, hogy sokkal kevesebb energiánk lehet. Persze, hát nyilván, hogy ez is változó, de én azt gondolom, hogy azért 40 fölött az ember már néha érzi a kort, vagy a korát. Ezt én is tapasztalom magamon, hogy, hogy kevesebb az energiám, mint mondjuk húsz évesen. És akkor erre mondják azt, hogy persze, de hát ez teljesen természetes, mert ez a világ rendje, a természet törvénye. Hát jó kérdés. Jó kérdés, hogy ez kinek a törvénye. Egyáltalán nem biztos, hogy ezek ilyen isteni törvények, de most ebben nem menjünk bele. Tehát nekem van egy olyan elgondolásom, hogy maga az öregedés, mint olyan azért indul be, mert igazából ö, maga a lélek, mint olyan, vagy ez az energetikai rendszer fokozatosan és folyamatosan vonul ki, csak ö, mivel lépésről lépésre lehet, hogy csak én egy-egy százaléknyi ö, energia vonódik ki, mondjuk minden évben, ezért ezt nem veszük észre. Csak azt veszük észre, hogy jé, ősz, őszül a hajunk, jé, megjelennek a ráncok, mondjuk. A szemünk alatt, meg hogy már alig tudunk fölmenni a lépcsőn, hogy már nem bírunk annyit, hogy hamarabb elfáradunk, többet alszunk, stb. 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 És persze később más jelei is lesznek, vannak az öregedésnek. Lehet, hogy ez azért van, amit mondtam, mert az energia, vagy mondjuk azt, hogy maga a lélek, mint olyan, már sokkal korábban elkezd kivonulni a fizikás rendszerből, mint ugye? hogyha azt a fajta elgondolást veszük, amit az előbb vázoltam, hogy, hogy tulajdonképpen a halál akkor vonul ki az egész rendszer. Vagy mondjuk azt, hogy az egész lélek. Hát egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy addigra már most nagyon furcsát fogok mondani, mert csak maga a fél lélek marad meg. De itt nem ilyen kézzelfogható dolgokról kell beszélni, mert ahogy mondtam, szerintem a lélek az egy energetikai rendszer. Energetikai összetételről kell beszélni. És lehet, hogy addigra már ez az aspektus csak mondjuk 50%-ban fogalmazódik meg. Nem, illetve szerintem. Um, az 50%-os állapot azt szerintem olyan 40 éves kor körül fogalmazódhat meg. És utána, ahogy mondtam, hát nyilván még kevesebb energia lesz, és mondjuk 70-80-90 évesen pedig már ott fogunk tartani, hogy lehet, hogy csak 20%-ban jelnék meg, úgymond ez az energetikai rendszer, mert addigra kivonult, és akkor lehet, hogy a 80% meg valahol máshol van, hát nem a fizikumban, mert hogyha a fizikumban lenne, és a testemet ellátná, nem öregednék. Illetve hát senki nem öregedne. És mondok még valamit, akkor a testeknek lehet, hogy nem is lenne soha halála. Vagy egyáltalán az anyagi rendszernek és létállapotnak. Na most uh, arról is beszélni kell, ami szerintem nagyon érdekes, amit már én egyszer elmondtam az egyik előadás által, hogy én azt vettem észre, Horváth erővel kapcsolatban, hogy a, a 60-70 éves kori énje az már totálisan másmilyen volt, hát szerintem ezt azok is alá tudják támasztani, akik találkoztak vele. Tehát nála 50 éves kor körül valami, mint hogyha teljesen lezárult volna, és nem csak arról kell beszélni, hogy hogy azért, mert ugye ő már nem kapott szerepeket egy idő után, és nem foglalkoztatták, itt nála történt valami csere. Szóval nekem van egy olyan gondolatom, vagy megérzésem, hogy a lelkem, mint olyan, lehet, hogy kicserélődött, most lehet, hogy ez is nagyon furcsa lesz. De szerintem ilyen van. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy egy lélekkel éljük le az életünket. Tehát, hogy nekem van konkrétan egy lelkem, ami beszáll az én testembe, és amíg meg nem halok, ez az egy lélek fogja mozgatni az én testemet, amikor meghalok, ez kiszáll, elmúlik a testpont. Na, szerintem ez nem így van. Először is szerintem ebben az energetikai rendszerben, amit léleknek nevezünk, valósulnak meg a különböző testetöltések, tehát szerintem a lélek, mint olyan, nem száll be a testbe, és nem is száll ki belőle mert szerintem a lélek nem tud szállni, mert hát nem ilyen aspektusokról kell beszélni. Hiszen, ahogyan mondtam, a lélek az egy energetikai rendszer, rengeteg összetétellel. Na most ebben a rendszerben, ami láthatatlan, de nagyon erősen lehet érezni, én nagyon erősen érzem, tehát ebben megvalósul maga ez a testetöltés. Na most, amit mondtam, nyilván, hogy egy idő után sokkal kevesebb energia fog megfogalmazódni, ezért ez a test le fog amortizálódni. Jó kérdés, hogy miért? Hogy tulajdonképpen ez tényleg valóban egy hibás kód, vagy tényleg mondjuk azt, hogy a jó Isten ezt így rendelt el, mert azt mondta, hogy oké, okay, van egy kiszabott idő, amit testben el kell tölteni, utána ennek a testnek el kell múlnia, meg kell történnie az öregedésnek, és mondjuk azt, hogy ennek a rendszernek újra helyet kell fognal, foglalnia benne, aztán majd jön az újabb testet tölt, és egészen addig, amíg ugye itt kell lenni, és tanulni kell. Hát egyáltalán nem biztos, hogy a testetöltéseket az isteni rendszer generálja. Én ebben nem hiszek. Én, ahogy én mondtam, inkább abban hiszek, hogy különböző hibás kódok által alakultak ki az öregedési folyamatok, és a, maga az elmúlás is, és minden olyan, ami az anyagra ilyen formán hat. És az is, szerintem, hogy nekünk ezt meg kell tapasztalni, és hogy mulandó testekbe kell avarzsálni saját magunkat, Magyarán, hogy a lélekhez fog kapcsolódni egy ilyen szegmens. Na, és az is lehet egyébként, hogy ennek a rendszernek az összetétele nyilván, hogy folyamatosan változik. Tehát itt nem különböző lélekcserékről kell beszélni, illetve beszélhetünk arról, de szerintem ez úgy mutatkozik meg, hogy megváltozik ennek a rendszernek az összetétele. És hiába volt az, hogy a 60-70 éves kori uh, horvátteri Alakjára úgymond ráírták, odaírták, hogy ez is ő, hát azt mondtam, hogy lehetetlen. És nem csak azért, mert a fizikuma teljesen megváltozott, hogy megöregedett, hanem azért, mert a lelkével kapcsolatban sem éreztem azt, hogy ez ő lenne, ő lenne, tehát ahogy mondtam, valószínű, hogy nála lehetett itt valami, valami nagyon éles, éles váltás. Na, és akkor most beszélni kell az ikerlelkekről, mert szerintem az ikerlelkeknek nagyon, de nagyon sok köze van ehhez. Az is lehet, hogy ahhoz is, hogy mondjuk mi hogyan fogunk öregedni, vagy éppen nem, hogy energetikailag hogyan bírjuk végigcsinálni a fizikális létezést, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy kinek, ki a másik fele az ikerlelke, mert bizony itt az energiák összeadódnak, egy térben fogunk helyet foglalni, és az is elképzelhető, hogy a másik sokkal több energiát von el ebből a közös térből. Most mondtam egy nagyon fontos dolgot, és lehet, hogy ezért van az, hogy például az egyiknél hamarabb beindul maga az öregedési folyamat, a másiknál meg mondjuk nem. Vagy mondok még valamit, az is lehet, hogy ha egy Térben, energetikai rendszerben tartózkodnak, mert az ikerlelkek ugye ilyenek, hogy mondjuk az egyik ebből a térből sokkal több energiát szakít, akkor ő sokkal fiatalosabb lesz, sikeresebb, és hát nyilván sokkal több energiával fog rendelkezni, ami látszódni is fog. És lehet, hogy ő ennek a térnek a 80%-át használja, a másik meg csak a 20%-at. Most nyilván, hogy aki csak úgymond 20%-nyi energiát tud fölvenni ebből a közös térből, mert csak annyi marad neki, hát ő lehet, hogy nem lesz annyira sikeres, és hamarabb látszódni fog rajta a kor, és ugye egyáltalán, hát lehet, hogy sokkal nehezebben fogja tudni végigvinni az itteni létezést. Na, szóval van egy olyan gondolatiságom, hogy Horváth teri, és az én életem ilyen szempontból rettenetesen összefügg. Illetve hát nem csak vele, de most róla fogok beszélni, mert ugye én már azt is elmondtam, hogy nem csak vele kapcsolatban ugye fogalmaztam már meg ilyen tételeket. Az a nagyon érdekes, hogy amikor én születtem, akkor ő 50 éves volt. Én nagyon sok energiával érkeztem ide, és elég magas szintekem. Már gyerekkoromban is ezt lehetett látni, tudni, és már gyerekkoromban is nagyon érdekes dolgot tudtam megcsinálni, és olyan energiákat mozgattam meg, amelyek hát elég különlegesek. Mondjuk, fogalmazzunk így. Na most, nagyon érdekes, amit mondok. Tehát én, amikor a világra jöttem, vagy testet öltöttem, amihez nyilván elég sok energia kelető, akkor volt 50 éves. Most nagyon érdekes, hogy utána, nála elég sok minden úgymond elkezdett hanyatlani. Most nem mondom, hogy azért, mert én elvettem tőle az energiát, mert hogyha tényleg ő az én igazi másik felem már, mint a női képem, akkor mi valószínű, hogy egy ilyen energetikai térben, vagy mondjuk inkább azt, hogy aurában foglalunk helyet, ahogyan most is, és lehet, hogy nekem Sokkal több energiára volt szükségem ahhoz, hogy testet töltsek és hogy elinduljak ezen a pályán, mármint a földi létezésben, és az is lehet, hogy nála kevesebb energia maradt, ha egy órában vagyunk. De persze ez nem szándékos. Tehát itt arra kell beszélni, hogy mindez igazából az emberben tudatalat zajlik, mert hát nem szándék, tehát az ikerlelkek, mint olyanok, nem szándékosan veszik el egymástra az energiát. Hát, illetve azt mondom, hogy akik ugye rájöttek már erre az egészre, hogy ez hogyan működik, ott, ott ez, ez megtörténhet, de, de ez, ez, ez ritkább. Tehát, ahogyan mondtam, ők egy energetikai térben, rendszerben, vagy mondjuk az, hogy aurában foglalnak helyet, aminek egy az összetétele. Na most nyilván, hogy neki is kell energia ahhoz, hogy ezt a testet fönt tartsa, meg neki is. Hát nagyon nem mindegy, hogy mennyi energia áll rendelkezésünkre. Hogy kinek milyen a rezgés szintje. Tehát nem mindegy, hogy az én aurámban például kifogalmazódik meg. Mert az is lehet, hogyha egy olyan valaki aki nagyon-nagyon sok energiát elvesz ebből a közös térből, akkor nekem kevesebb fog maradni. Na most én már tapasztaltam ilyen dolgokat, és nem feltétlenül az iker lelke kapcsán, mert nem csak az iker lélek lóghat bele az a mi auránkba, hanem más is. Hogyha olyat tapasztalsz, hogy valaki rettenetesen lehúz, akkor azt ki kell zárni ebből a térből, különböző technikák által. Mert olyan szinten leszed energetikailag, hogy neked már nem marad, és nem fogsz tudni működni. És akár az öregedési folyamat is sokkal gyorsabban végbe megy, vagy alig fogsz tudni egyik napról a másikra megélni, mert ezt az energetikai rendszert használják mások. Az is lehet, hogy sokan. Tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon jó kérdés, hogy kinek, ki vagy kik fogalmazódnak meg az aurájában. Bár arról kell beszélni, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy az ikerlelkek által, vagy az ikerlelkek életében, ez úgy valósul meg, hogy szerintem ők általában egyre ezgés szinten rezeghetnek, mozoghatnak. Különben nem is tudják egymást bevonzani és felismerni. Tehát igen, amikor én születtem, akkor Horváteri 50 éves volt. Most az is nagyon érdekes, hogy amikor ő elhunyt, 2009-ben, akkor hoztam létre azt a magazint, ez most nagyon érdekes lesz, amit mondok, amit azóta működtetek. És körülbelül pont akkor, nagyjából, amikor kilépett ebből a fizikális rendszerből, hát az is lett, hogy ebből a közös térből. És ott nagyon sok energia szabadult föl, én erre emlékszem, meg nagyon sok feljegyzést is végeztem akkor és ezt most újra vissza is kerestem. Tehát olyan érzésem van most, hogy lehet, hogy ott nekem nagyon sok energiát átadott, mivel ugye az ő fizikális megnyilvánulása már nem volt jelen, tehát mondjuk azt, hogy neki már ezt a fizikális rendszert nem kellett úgymond föntartania, és lehet, hogy nagyon sok energiát adott át, vagy örökített át számomra, vagy mondjuk azt, hogy sok energia maradt meg, amelyek még most is működnek, dominálnak, és amelyek által tulajdonképpen a mostani felvételeket készítem. Mert arról kell beszélni, hogy most szerintem sokkal jobb állapotban van, mint akkor, amikor fizikálisan helyet foglalt a Földön, és mondjuk már 60-70 vagy hát 80 éves volt, illetve tudjuk azt, hogy 80. életévében hunyt el, tehát akkor mondjuk azt, hogy 70 valány éves, amikor annyi volt. Tehát én azt érzem, hogy most az ő lelke sokkal jobb állapotban van, sokkal boldogabb, sokkal felszabadultabb, megfiatalodott, azért, mert most én visszaadtam neki ezeket az energiákat, mert figyelek rá, mert három hónapja, ugye foglalkozom vele, és én érzem is ezeket az összeadott energiákat, érzem a szeretetét, a pozitív rezgését, azt, hogy ő nagyon-nagyon magas rezgés szinten rezeg mozog, most, de 60-70 évesen ez már nála nem volt? Hát lehet látni. Olyan, mint mintha kicserélődött volna a lelke. És hát lehet, hogy ez valamilyen szempontból így is van. Persze, ahogy mondtam, ezt nem szó szerint kell érteni, de lehet, hogy tényleg vannak, vagy lehetnek ilyen lélekcserék. És akkor arról kell beszélni, hogy lehet, hogy az iker lélek, mint olyan is kicserélődik, egy idő után, mert ahogy mondtam, ugye itt is ilyen lépcsőfokok vannak, és mindig újabb és újabb ilyen lelkek érkeznek, vagy újabb lelkeket vonzunk be, ahhoz mérten, hogy milyen magas rezgésszinten, szinten, vagy tudatállapotban fogalmazódunk meg. Fúha, ez kemény. Szóval ez nagyon érdekes, szerintem, hogy ezeket az energetikai csomagokat úgymond ide-oda adogathatjuk egymásnak. Persze, ahogy mondtam, ez tudatalat fog működni, és ezt mi nem fogjuk, hát érzékelni fogjuk, de, de nem fogjuk tudni megmondani azt, hogy, hogy ki az, aki belalog az auránkba, vagy ki az, aki elveszi az energiánkat, vagy ki az, akitől kapunk energiát. Mondjuk én már úgy működöm, hogy én ezt meg tudom mondani, név szerint. Én tudom azt, hogy ki az, aki, vagy kik voltak azok, akik elvették az energiámat, és kik azok, akik által nagyon sok pozitív energiát kaptam, és akik által tovább tudtam működni, és kik voltak azok, akik negatív energiákkal működtek, és hát sajnos sokszor tényleg nagyon erős dolgokat hajtottak végre. Ami által az ember lehet, hogy alig marad meg. Tehát itt erről is beszélni kell. Szóval nagyon nem mindegy, hogy kikkel kooperálunk. Vagy ahogyan mondtam, nagyon nem mindegy, hogy az energetikai rendszerünkbe kitengedünk be, avagy nem. Hát most azt akartam mondani, hogy az sem mindegy, hogy az ember mondjuk azt, hogy a saját testébe kit vagy mit enged be, ugye? De szerintem az lehet, hogy még fontosabb kérdés, hogy, hogy az aurámba, az energetikai rendszerembe, vagy a lelkembe kitengedek, vagy hogy az én lelkem kivel közös? Hát, ha terivel közös, akkor áldom az Istent, és azt mondom, hogy a legnagyobb csodát és ajándékot kaptam az ő személye által, mert ő egy fantasztikus teremtmény. Viszont, amit mondtam, 60-70 éves korára, mintha totálisan kicserélődött volna, mintha konkrétan már nem arról a szeméről beszélnénk, tehát ott 50 éves kora körül valami történt, valami, történt valami váltás, azt is mondhatnám, hogy valami csere, de ahogyan mondtam, nagyon jó kérdés, hogy ez vajon összefügg-e azzal, hogy én akkor születtem, és hát utána hát elkezdtem cseperedni, és amikor ő 60-70 éves volt, akkor én nem is tudom, hogy hány éves voltam, ezt most ki kellene számolni, de mondok valamit, lehet, hogy én tudatalat éreztem azt, hogy hogy tőle jönnek energiák. Akkor még ezt nem tudtam így kijelenteni. Most így utólag tudom. És hogyan mondtam, miután ő letette a fizikai testet, elkezdtem működtetni ezt a magazint, programot önállóan, és most már hányadik éve? 14. 14, 14 éve viszem. 14. esztendeje. Hát azt is mondhatnám, azt nem mondom, hogy totál önállóan, mert ez nem igaz, mert vannak segítők, de felépítettem egy rendszert. Hát 80%-ban mondjuk azt, hogy egyedül. Ezekből az energiákból. Hogyha az ikerlelkünknek magas szintű az energetikai rendszere, és tele van pozitív ö, pólussal, mondjuk így, Hát az a legjobb mert akkor nagyon-nagyon sok mindent fog átadni ebben a közös térben. Viszont amit mondtam, szerintem nála ott történt valamiféle csere, és nem biztos, hogy ugyanaz a felépítéssel élte le az utolsó 20 évét, 20-30 évét, mint előtte. Nem azt akartam mondani, hogy nem biztos az, hogy ugyanazzal a lélekkel, mert, mert ilyet nem jelenthetünk ki. De jó kérdés az, amit mondtam, hogy biztos, hogy egy lélekkel éljük végig az életünket? Nem lehet az, hogy a lelkek is cserélődnek? <laughs> az is lehet, hogy húsz évesen teljesen más lélek kapcsolódott mondjuk úgy hogy az én testemhez, mint ami most. Hát az is lehet, hogy én cseréltem ki. Sőt, mondok még valamit. Az iker lelket is ki vagy le lehet cserélni, akkor, hogyha mondjuk a a korábbi már nem fejleszt, vagy belőle nem jönnek annyi energiák, mert mondjuk a figyelem, a fókusz már nem erre terelődik. Vagy mondjuk azt, hogy akkor, hogyha nincs kölcsönösség. Lehet, hogy a különböző ikerlelkek csak addig ikerlelkek, és addig, úgymond addig táplálják egymást, amíg, amíg van közös feladat. És hogyha ha mondjuk én fejlődök, és tovább megyek, és magasabb rezgésszinteket érek el, akkor korábbi, ráadom, hogy a korábbiakat elhagyom. Tehát az sem biztos, hogy ilyen szempontból egy iker lélek fogalmazódik meg. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy nem. Hogy nem. De szerintem ez nem mindenkire igaz. Tehát egyrészt én azt gondolom, hogy nem is mindenkinek van iker lelke. Másrészt azt is gondolom, hogy a magasabb szintű lények által kell arról beszélni, hogy lehet, hogy ők tudják váltogatni, vagy úgymond cserélni az ikerlelkeket. Vagy mondjuk azt, hogy lehet, hogy én tudom cserélgetni őket. És most, amit mondtam, én nagyon azt érzem, hogy nekem ő a másik felem horvátteri. Amit már nagyon sokszor elmondtam. Lehet, hogy ő is női testben foglalt helyet, de ez most nem számít ebben a történetben. Mert a belőle jövő energiák által. Ö építem föl most tulajdonképpen ezt a vállalást, vagy folytatom, mert ami korábban volt, az már engem nem szolgált. És onnan nem jött annyi energia. És előtte is megfogalmazottak mások. És azokból sem jött már egy idő után annyi energia, és annyi késztetés, vagy ihlet, hogy tovább vigyem ezt a vállást. Tehát magyarán mindig kellenek olyanok, és szerintem főleg az Iker lelkekre van szükség, akikből annyi energia, gondolatiság, érzés, érzelem jön, ami által tovább tudjuk vinni a vállalásunkat, vagy mondjuk azt, hogy hát esetleg a testünket is tudjuk mozgatni, és életben tudjuk tartani. Mert ahogyan mondtam, nagyon nem mindegy, hogy milyen energiákat működtetünk, és hogy ezek az energiák honnan érkeznek. Mert ha a negatív oldalról érkeznek, ebből a pólusból, akkor hát én is olyanná válok, és akkor nagyon fáradt leszek, akkor beindul az öregedés, akkor elsorvadok, akkor nem lesz energiám, akkor, akkor, nagyon rossz utakra térek, stb. stb. nem fog ez a dolog fejleszteni. Totál lehet látni azt, hogy, hogy igazából kit kimozgat, vagy hogy kire ki, vagy mi hat. Mert ez ki fog ülni úgymond az arcunkra, vagy lehet érezni a lélek jelenléte kapcsán. Amióta horváteri energiái úgymond engem eltaláltak, és rájöttem arra, hogy Úristen, nekem ő a, szerintem ő a női másik felem, és amióta becsatlakozott az életembe ilyen formán, és három hónapja tőle kapom az energiákat, azóta nagyon sok minden megváltozott. Vagy mondjuk azt, hogy hát ö, rengeteg plusz pozitív energia adódott össze, ami által természetesen, hogy sokkal jobban fogok tudni működni, és komolyabb tételekre jövök rá. De ahogyan mondtam, a korábbiakra is szükség volt, de mivel itt az különböző folyamatokról kell beszélni, fejlődési szintekről, ezért, amit mondtam, szerintem az iker lélek kapcsán is arról kell beszélni, hogy ott is bizony vannak különböző cserék. És méda vagyok vagy mondjuk azt, hogy inkább a <laughs> igen. Illetve is is. Igen. 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 Szerintem ez a kétféle dolog, vagy többféle dolog nagyon szorosan összefügg. Vagyis egymásnak adogatunk különböző energiákat, gondolatokat, érzéseket, és akár például a tehetséget. Hogyha valaki sokkal több energiát vesz föl ebből a térből, akkor nyilván, hogy ő előrébb fog jutni. Na most itt az a lényeg, hogy egyenlősség legyen. Persze nagyon fontos, hogy segítsük egymást energetikailag, de ahogy mondtam, sajnos erre tudattalanok vagyunk, voltunk, hát én most már nem. Ahogy mondtam, én vissza tudom vezetni azt, hogy kitől milyen energiákat kaptam, vagy éppen nem, tehát név szerint, hogy kik az én rokon, illetve lelkeim és kik azok, akik pedig csak azért akartak azzá válni, vagy azért próbáltak közel férközni, hát, hogy az energiából, ebből a rendszerből esetleg szakítsanak, és hát ugye ezt magukénak tudják, használják, pont. De nem, de nem a szeretet miatt, nem azért, mert, mert, mert szeretet volt és van, nem azért, hanem hát azért, hogy ebből ők megéljenek például. Így, úgy, amúgy meg úgy nagyjából mindenhogyan. Tehát ezt észre kell venni. Tehát észre kell venni azt, hogyha valaki úgymond betör az aurába, és hogyha valamit innen ki akar szedni, és hogyha te ezt nem akarod, akkor ne engedd meg, akkor zárd le ezt a teret, tehát vannak erre különböző technikák, módszerek, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Tehát én azt gondolom, hogy az energia, mint olyan valószínű, hogy fokozatosan vonul ki a fizikális rendszerből, és ezt nevezhetjük úgy is akkor, vagy mondhatjuk azt is, hogy olyan, mintha a lélek, mint olyan fokozatosan vonulna ki. Az is lehet, hogy egyszerre nem is tudná ezt megtenni. Az is lehet, hogy a halálnak nevezett állapot során, tehát ez így nem tud megvalósulni. Mert az is lehet, hogy kell neki hozzá 10-20 év, fogam sincs, ahogyan mondtam, találgatok, vagy gondolkodom, illetve hát most ezek a, az érzések jönnek. És amit mondtam, lehet, hogy az öregedési folyamat ezért indul be. És akkor mondok még valami nagyon <laughs> erős dolgot, vagy mondjuk azt, hogy lehet, hogy valami, valami nagyon furcsát. Beszéljünk arról, hogy igen, fel lehet támasztani különböző lelkeket, testeket, bocsánat, rosszul mondtam, testeket. Hát akkor, hogyha még az energia, mint olyan nem vonult ki a testből, vagy a test körül százszerzelékosan. Az is tudom, hogy ezeket az energiákat hogyan lehet visszaáramoltatni, hogy a test ne halljon meg, magyarán a halálnak nevezett állapot ne történjen meg. Mert még esetleg annak az illetőnek dolga van. Na most valószínű, hogy Jézus is tulajdonképpen ezeket az energiákat áramoltatta, amivel ő magas rezgésszinten, hercen, frekvencián rezgett, és ezt meg tudta csinálni. De szerintem napjánkban is vannak ilyenek. Tehát az a lényeg, igen, hogy egy energetikai dózis többletet kell akár gondolatilag is oda küldeni, visszaküldeni, hogy a test, mint olyan, azt tovább tudja működni. Az a lényeg, hogy, hogy ez az energetikai többlet megvalósuljon, megjelenjen. Hogy, hogy a test ezt fölvegye, hogy ne haljon meg, hogy ne pusztuljon el, hogy ne induljon be ez a folyamat, hanem hogy tovább tudjon működni ez az illető testben például. Na, szerintem, hogyha az ikerlelke kapcsán beszélünk erről a dologról, Hát nekem az a tapasztalatom, hogy az Iker lelkek, mint olyanok, szerintem fel tudják egymást így úgymond támasztani, de ezt most tegyük idézőjelbe, jó? Én nem mondom azt, hogy Horváth fel tudom támasztani, és újra fizikumba tudom őt varázsolni. És ugye erről a fajta dologról én már beszéltem Latinovics Zoltán kapcsán is, mert vele kapcsolatban is nagyon hasonló dolgokat éreztem. De ő most egy ideje már kivonult ebből a történetből, és ugye horváteri lényének adtam és adok helyet, illetve hát ez kölcsönös, és most egy ilyen aurában foglalunk helyet. Nekem rengetegszer megjelenik, nagyon-nagyon sokszor. Szoktam vele találkozni lélek szinten. Nagyon sok mindent lediktált. Azt is elmondta, hogy például milyen Könyveket tervezett. Igen. Tehát arról kell beszélni, hogy ilyen. mivel az ő lelke megérezte azt, hogy én most ennyit foglalkozok vele, és hogy ennyi, úgymond energiát áramoltatok vissza, úgymond vissza ebbe a közös térbe, ezért tényleg olyan, mintha ő újra élet volna. Mert, hogyan mondtam, ő 60-70 éves kora körül már, hát. Szerintem nagyon rossz állapotban volt, mert amit mondtam, láttam róla különböző felvételeket, és azt mondtam, hogy én nem hiszem el, hogy ez ő. Tehát nem tudom a kétféle ö, képet összerakni. És azt mondom, hogy oké, okay. lehet, hogy ott volt a neve, de hát ez, ez nem ő volt. Nem ő. Tehát, És, és, és lélek szinten sem éreztem már azt benne, amit a korábbi énjében. Mert itt nagyon-nagyon sokféle csere történt. Jó kérdés, hogy miért? Lehet, hogy azért, mert most nagyon érdekes dolgot fogok kérdezni, hogy ha mi tényleg valóban egy térben, aurában fogalmazottunk meg, és fogalmazódunk meg a mai napig, lehet, hogy azért romlott le ennyire az állapota, mert mondjuk én nem, akkor még nem ismertem fel ezt a tényt, és nem tudtam számára annyi energiát közvetíteni? ami által mondjuk fiatalos maradt. Igen, arról kell beszélni, hogy én azt érzem, hogy nála kivonódtak ezek az energiák. És bocsánat, szerintem a férje ezt nem tudta neki megadni. Belőle nem jöttek ilyen energiák. De itt most, ahogy én mondtam, még egyszer nem a fizikai energiákra gondolok, hanem a magasabb szintű rezgésekről. Mert ö, szerintem az ő férje nem volt ilyen magas szinten, ilyen szempontból. Én nem nem érzem ezt. Sőt, sokszor azt érzem, hogy ő energetikailag visszafogta, és valamilyen szempontból lekötötte. És ö, igazából szerintem ő nem is tudott utána már százezerékosan kitésedni, és ezért volt az, hogy tényleg ő már egy idő után Húsz évig csak azzal foglalkozott, hogy takarított például. Most csak hát mondtam valamit, illetve hát ezt ő maga mondta el. Tehát a fény, a fény, mint olyan, az energia kivonódott az életéből, és láttam olyan felvételeket is, ahol a szeme, mint olyan, közelebbről látszott, és azt mondtam, hogy Uramisten. Totál fénytelen lett. Annyira fénytelen lett, hogy teljesen megdöbbentem. És ez az, amit mondanak róla, hogy megkeseredett, és hogy olyan fénytelen lett, és hogy olyan szürke. Igen. De nem csak a külső megnyilvánulása, hanem, hanem belül is, mintha valamit ő elveszített volna. És ez nagyon-nagyon látszódott. És, és ahogyan mondtam, én ezzel a dologgal nem tudok. Sem szembesülni, és nem tudom ezt elfogadni. Mert nem akarom őt így látni, mert ő nekem nagyon fontos, és én mindig vidáman szeretném látni a különböző felvételken, és, és olyan életerősen, olyan keményen, amilyen ő volt, és olyan, olyan szikáran, és olyan, olyan nagyon elevenen. De ott nála történt egyfajta energetikai csere, és az energiái, hát azok az energiák, amikről én beszélek, 50 éves kora körül, mintha így folyamatosan elapadtak volna. Persze, jó kérdés, hogy miért. És amit mondtam, nála is beindult az öregedés, szerintem, korábban, mint ahogyan kellett volna, de hát azt mondom, hogy én láttam olyan felvételeket, ahol még csak mondjuk ilyen 60 62 éves volt, én azt hittem, hogy ott már ilyen 80 éves. De minimum 70 valamennyi. És nem értettem, és azt mondtam, hogy én ezt nem hiszem hogy ez ő. Hogy mi történt? És ekkor kezdtem el azt kutatni saját magamon belül, hogy az öregedés miért fogalmazódik meg. Mert hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni. Persze tudom, hogy nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni az öregedéssel, hogy egyszerűen nem tudjuk ezt földolgozni hogy ez miért van. És gondolom, hogy saját magunkkal kapcsolatban sem tudjuk, meg másokkal kapcsolatban sem. Mert nagyon rossz így látni másokat, főleg olyan embereket, akiket szeretünk. Mert én nem akarom őt így látni. Persze másokat sem. De most ugye róla van szó, és ahogy mondtam, ő kezdte el megihletni tulajdonképpen a mai tételt. Meg mondjuk azt, hogy már kb. olyan 25 vagy 26 előadást ihletett meg három hónap alatt, úgyhogy igen, hát ő tényleg egy nagyon nagy múzsa volt, amit igazából szerintem ketten fedeztünk föl eddig. Az egyik volt Konfár Gyula festőművész, a másik pedig Méda, vagyis én. Hát ő a férje volt, én meg szerintem a másik fele vagyok női mintaképként. Ez is egy csodálatos állapot. Hát én is a valamilyen szempontból mondjuk azt, hogy akkor ilyen szempontból igen, a hozzátartozója vagyok csak én energetikailag. És mi egy aurában vagyunk így benne, nem fizikálisan éltünk együtt, nem egy szobában vagy lakásban, hanem így. De ez is fantasztikus, mert, ahogy mondtam, most rengeteg pozitíven energiát kapok tőle, vagyis valami nála visszatöltődött. Bizony, bizony. Erről kell beszélni. És, ahogy mondtam, sokkal, de sokkal jobb állapotban van a lelke, most, mint akkor, amikor ő élt fizikálisan. Lehet, hogy akkor fizikálisan megnyilvánult, de hogy a lelke az majdnem, hogy csak totálisan kicserélődött, hát az szinte száz százalék. Illetve azt kell mondani, hogy az energiák, hogy az energiák valamiért itt kifogytak, eltűntek. De amit mondtam, gondolom, hogy ez mindenkinél ugyanígy van, és maga az öregedés ezért indulhat be, én nem mondom azt, hogy ezért, tehát nem mondom azt, hogy nekem van igazam, lehetséges, hogy ezért, ugyanis lehet, hogy a lélek, mint olyan, fokozatosan vonul ki ebből a rendszerből, nem a halálállapot, akkor az már egy végpont, addigra vonul ki totálisan. Persze jó kérdés, hogy a halálnak nevezett állapot során hát ott a lélek, utána, ugye utána mennyi idő után vonul ki teljesen ebből a történetből. Mert hogyha mondjuk valaki meghal, akkor ez nem rögtön. Tehát nem rögtön keletkezik így ez a dolog, tehát. Hát ezt tudjuk. És ahogy mondtam, hogyha valaki tanult például parapszichológiát, akkor azt tudja most, miről beszél, de most én ezt a folyamatot nem fogom levezetni, illetve hát azt mondom, hogy én ezt a folyamatot, hogy mi történik a halál után, nem tanulmányoztam még annyi ideig. Azt tudom, hogy a lélek, mint olyan, úgymond visszakerül a bardóba, de én inkább azt mondom, hogy ugye itt a test, mondjuk azt, hogy körülött ez a lélek, mint olyan, mert én ezt így tudom elképzelni, vagyis ez az, az energetikai rendszer, és ez a test ugye elmúlik, elporlik, mondjuk így, és utána ez a lélek, hát ö, szabad rendszerként működik, mert nincs benne fizikum anyag, test. És akkor szabad, mert nincs blokk. Mondjuk így, mert ugye a test, a test maga szerintem a blokk. És akkor ez ugye kivonódik, és ez az, az energetikai rendszer, mint olyan, akkor éppen fizikum nélkül egy ideig működik, hát addig, amíg nem kell visszajönni, nem kell testet tölteni, és akkor erre mondják azt, hogy bardok közös állapot, azért, mert itt a test, mint olyan nem fogalmazódik meg, tehát a test nem kapcsolódik ez a rendszerhez. Ezt minden oldalra le kell írnom, hogy hányadik felvétel, hogy ne keverjük össze, ugye? Igen. Remélem, hogy jót írok le, de szerintem jót. Na most, hogyha igen, ebből a rendszerből elkezd kivonulni az energia, így, vagy lecsökken, igen, lecsökken a rezgésszint, akkor nyilván el fog kezdeni öregedni a test. Mert hát mi, miből tartanál fönt magát? Ha nincs energia, ha ebből a rendszerből nem jön annyi, vagy alacsonyabb a szintje, és csökken-csökken le ez a szint, akkor beindul az öregedés. És ez fog látszani a testen. Persze ugyanakkor arról kell beszélni, hogy a víz kivonulása is, ugye, mint olyan öregedést eredményez. Én azt ajánlom, hogyha valaki sokáig úgymond fiatal akar maradni, fogyasszon nagyon sok tiszta vizet. De hát mondjuk ezt már gyerekkortól el kell kezdeni. Én például csak, majdnem, hogy csak tényleg csak tiszta vizet fogyasztok, és egyébként a különböző káros szenvedélyek is nagyon öregítik úgymond a bőrt, és meg nem csak a bőrt, hanem mindent, és hamarabb beindul az öregedés. De hát arról kell beszélni, hogy például Horváteri nem élt ilyen szerekkel, mert ő nem dohányzott, szerintem nem is ivott alkohol, tehát ő neki nem voltak ilyen ö, dolgai. Nem, nála más történt. Én egyébként érzem és tudom azt, hogy mi, de most erről igazából annyira nem szeretnék beszélni. Az a lényeg, hogy, hogy ez a fajta jelenség, mivel nem tudtam elfogadni vele kapcsolatban, nagyon erősen inspirált arra, hogy jöjjek rá arra, hogy miért van a regedés a Földön, hogy ez, hogy ez ö, miért, honnan jön, hogy ö, miért alakult ki. Hát, itt szerintem mindenképpen a különböző kódokat kell vizsgálni, hogy ez az egész rendszer hogyan van kódolva. A földi létezés hogyan van kódolva. Ezeket a kódokat kell megfejteni, én azt gondolom. Hát én fejtegetem egy ideje, és próbálom őket kibontani, és átadni, és elmondani azt, hogy, hogy én milyen dolgokra jövök rá. Tehát arról kell beszélni, hogy nem egyedül Foglalunk helyet abban a rendszerben, amire azt mondjuk, hogy lélek. Ez a legelemibb dolog, amit most meg kell állapítani. És ha én nem egyedül foglalok benne helyet, hanem az én lelkemben úgymond van valaki más is, aki számára ez a lélek ugyanúgy az övé, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez a másik milyen. Hogy elszívja az energiát. Tőlem, vagy én tőle elveszem? Hogy kibillen az egyensúly? Hát kibillen. Igen. Arról kell beszélni, hogy szerintem az ikerlelkek kapcsán ez majdnem mindenhol így fogalmazódik meg, hogy kibillen. De persze, szerintem ez korszakonként változik. Az életünk során. És ahogy mondtam, lehet, hogy ide-oda adogatjuk egymásnak úgymond ezt a labdát, vagyis hát az energetikai csomagot, vagy hol az egyik veszel többet, hol a másik, de ez tudatal alatt zajlik. Erre nem vagyunk tudatosak, egyrészt, másrészt, meg nagyon sokáig fel sem ismerjük azt, hogy ki az, aki a mi auránkban foglal helyet. Bár, ahogy mondtam, én ezt már gyerekkorom óta tudtam, mert én így jöttem ide. Meg hát én gyerekkorom óta, kicsikorom óta, kerestem ugye azokat, akiket éreztem az aurámban, és hát igazából már majdnem mindenkit szerintem meg is találtam. De az is volt, hogy mindenkit. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, igen, hogy meg kell tudni azt, hogy ki fogalmék helyet ebben a térben. Vagy hogy az én lelkem kivel közös. Mert ugyanis, amit mondtam a léleknek, hát nagyon erős az összetétel, nagyon sok minden fogalmazódik meg, és hát nagyon nem mindegy, hogy ki mit vesz le ebből a térből vagy a közös lélekből ki mit használ. Na most igen, és akkor arról kell beszélni, hogy nálunk az van, hogy nagyon egyező dolgokat vettünk le, és ki. Mert hogyha most róla beszélünk, akkor azt kell elmondanom, mármint, hogyha Horváth Teriről beszélünk, hogy hát hasonló foglalkozásokat választottunk, és hát elmondtam azt, hogy mennyi hasonlóság van, de ezt most újra nem fogom felsorolni, mert amúgy is mindjárt lejár a felvétel szerintem. Tehát lehet, hogy 50 éves kora után az az energia, ami korábban táplálta őt, és ami éltette, és ami által ő olyan karakán volt, és nagyon sikeres, kivonult. Eltűnt. Jó kérdés, hogy miért. Vagy az is nagyon jó kérdés, hogy kiáltal által tűnt el. Hogy ebbe valaki belenyúlt, vagy nem. Mert az is lehet, hogy igen. Na most, miután én felfedeztem őt, olyan erős energetikai dózist adtam át számára, a szeretetem által, és azáltal, hogy vele foglalkozom, és ráfigyelek, így, mivel a lelke most is érezhető, és a lelke most is él, nyilván, hogy Azóta rengeteg mindent kinyilatkoztatott. Tehát lehet, hogy a kinyilatkoztatáshoz ez kell, hogy energetikai töbletet, dózist juttassunk annak a lénynek, aki, bár nagyon sok minden benne maradt, de ő nem tudta ezeket átadni fizikálisan, amíg itt volt, mert nem volt hozzá ereje, energiája. Most ezt próbálom számára visszapótolni. Lehet, hogy nem úgy, hogy fizikálisan megjelenik, mert nem tud megjelenni. Nem is ez a cél szerintem. Az a cél, hogy a lélekben, hangsúlyozom a lélekben, ez az energia egyrészt visszapótlódjon, másrészt megmaradjon, vagyis hogy legyen. Mert ott nála nagyon sok minden kivonult, sajnos. És ezért lett ilyen állapotba, ezért került ilyen állapotba, és ezért volt az, hogy ő egy idő után nagyon beteg volt, és évekig csak az ágyban feküdt. Hát most azt is mondhatnám, hogy nagyon sajnálom, hogy amikor ő 50 éves volt, akkor mondjuk én nem voltam annyi, amennyi most, mondjuk 40 valamennyi, mert akkor, akkor én szerintem, ha találkozunk, annyi energiával tudtam volna őt ellátni, hogy az utolsó 20-30 évét nem úgy élt volna le, ahogyan. De mivel én akkor születtem, és még akkor igazából szerintem nem voltam erre ennyire tudatos, illetve azt kell mondani, hogy éreztem őt, ezért ez a dolog így tudatosan és direkt be nem tudott létrejönni. Most tud létrejönni, de úgy, hogy ő ugye már nincs fizikálisan itt, de a létét most is lehet érezni. Sőt, én azt érzem, amit mondtam, hogy olyan, mintha valamilyen szempontból föltámadt volna. Lehet, hogy nem testbe támad föl, de föltámadt. Ezen energiák által. Mert most úgymond visszacseréltük. Vagy visszatöltöttük azokat a pozitív energiákat, amelyek kivesztek nála. Ezért nem mindegy, hogy kinek ki az lelke. Szerintem én nem véletlenül vagyok az övé. Egyrészt, mert nem csak az övé vagyok, de most róla beszélünk. Nem véletlen az, hogy én születtem akkor, amikor nála ez a dolog már létrejött. Szerintem itt minden minden el összefügg. És ahogyan mondtam, főként energetikailag lélek lélekszintem, mert a lélek az, ami örök, a léleknek nincs halála, a lelkeket ilyen formán is lehet érezni, a testeket nem, mert a test elmúlik, és a test amúgy sem mutatja meg azt, hogy mi a valódiság. Tehát igen, arról kell beszélni, hogy szerintem a feltámadás vagy a feltámasztás így is létre tud jönni. Nem feltétlenül arról kell beszélni, hogy a feltámadás az az, hogy a test újra elkezd mozogni. Persze azt is meg lehet csinálni, de az ő esetében már ezt nem. Azt akkor azonnal kellene. Tehát, hogyha mondjuk valaki már, vagy valakinél már úgymond ez a haldoklási folyamat elindul, vagy elkezdődik, akkor ha ezt az energetikai töbletet visszapótolják, és kap egy ilyen dózist, akkor nem fog meghalni, és ez a test nem fog le. Azt akartam mondani, hogy amortizálódni, magyarán, hogy nem fogja lerakni ezt a testet még, amíg az energia tart, magyarán az az energetikai többlet, amit dózisként akkor megkapott. Hát azt is mondhatnám, hogy ez olyan, mint hogyha mondjuk ilyen energetikai injekciót, vagy egy ilyen energetikai töbletet kapna az az illető, meg kell mozgatni ezeket az energiákat, és akkor maga a test, a fizikum tovább tud működni. De egy olyan valaki által már ezt nem tudjuk megcsinálni, és nem is lehet, tehát, vagy nem beszélhetünk arról így, hogyha valakinek mondjuk a teste az már mondjuk 10-20 éve nincs jelen. Ezek nagyon erős tételek, és mindenképpen parapszichológiai szempontok szerint kell vizsgálni, és hát én így is működöm, és így dolgozom. Mert, ahogy mondtam, nagyon sokan kutatják, nagyon sokféleképpen például az öregedés, a halál, és a betegségek okát, és nagyon sok csodálatos felfedezésre jutnak, csak ott, ahogy ahogyan mondtam, itt általában mindig a biológiát nézik, én meg nem. Azért nem, mert mert az igazából csak a testre vonatkozik. És szerintem nem csak a testet kell vizsgálni, szerintem az aurát, az energetikai összetételt, magyarán a lelket. Hogy abban ki vagy mi fogalmazódik meg, és hogy az kivel közös, és hogy milyen cserék zajlanak, vagy zajlik-e egyáltalán valamilyen csere. Hogy ezt a kibillenést, amit lerajzoltam, és ami már nem látszik, hogy ezt hogyan lehetne beállítani. Hogy minden ugye így járjon, mint a mérlekhinta, hát annak idén a 80 években még én is mérlekhintáztam, tehát tudom, hogy miről beszélek. Mert akkor még voltak mérlekhinták, hát nem tudom, hogy most vannak-e, most már nem szoktam mérlekhintázni. Igen, tehát hogy ez a lényeg, hogy hogy energetikai egyensúlyozásokat kell, ú, de szép szó, energetikai egyensúlyozásokat kell létrehozni, hogy minden kiegyenlítődjön, és hogyha minden kiegyenlítődik, akkor szerintem teljesen másfajta lételapotok lesznek. Most azon gondolkodom, hogy elkezdjek-e még egy lapot összefirkálni, vagy sem, de nem tudom, hogy meddig megy még a felvétel, mert most már megint 76 perce beszélek, jól látom? Jó, nem tudom, tehát lehet, hogy még, még bírná. Csak nem akarom, hogy lájon úgy a felvétel, hogy mondom, mondom, hogy súgy. <laughs> tehát azt úgy nem szeretném, mert az olyan béna. Nem tudom, hogy mi az, amit még hozzá tudok tenni ehhez. Biztos, hogy még nagyon sok tétel fog egyébként felszíre jönni, főleg által, amit mondtam, mert, mert ma direkt rávettem magam arra, hogy megnézzem az ő 60-70 éves kori ényét, és azt mondtam, hogy, hogy itt valami csere van, hogy itt a lélek az már nem ugyanaz, mert ahogyan mondtam, szerintem, igen, a lelkeket is kicseréljük, nagyon sok minden cserélődik, úgy mond az életünk során. Hát a testünkkel kapcsolatban is, ugye, hát ezt tudjuk. De az is lehet, hogy a lelkünk is folyamatosan kicserélődik, ezt valaki már megkérdezte, hogy ez lehetséges. Hogy lehet az, hogy én húsz évesen teljesen másfajta lélekkel működtem, mint most? És itt most nem arra gondolok, hogy más gondolkodásmóddal, mert persze, és nem is arra, hogy, hogy más benyomásokkal, meg más személyiséggel, mert, mert én abszolút lecseréltem ezt, és gondolom, hogy sokan mások is nem erre gondolok, hanem konkrétan arra gondolok, hogy a lélek, mint olyan, lehet, hogy cserélődik és lehet, hogy hát ami bennem volt mondjuk, amikor 20 éves voltam, az a lélek már, most megint furcsán fogalmazok, úgymond így eltávozott, és jött helyette valami más. És most már ez a lélek mozgat, és az is lehet, hogy 60 évesen, ha még addig leszek, megint történik valami csere. De mondom, ez szerintem attól is függ, hogy ki az iker lélek. Mert nálam most egy ilyen váltás történt. Vagy mondjuk azt, hogy beérkeztek plusz energiák, egy plusz valaki vagy valami, az ő személye által, az ő lénye által. És rájöttem arra, hogy jé, mi egy ilyen térben foglalunk helyet. Mi egy ilyen szegmenst képviselünk. Hogy szerintem nekem ő a női. Iker lelkem másik felem. Tehát akkor nyilván, hogy nagyon sok minden egyezni fog, és nagyon fogom érezni az ő lényét. Hát nagyon-nagyon érzem, és ahogyan mondtam, nagyon sokszor megjelent. Megjelenik folyamatosan. És mindig arra kér, hogy beszéljek róla, mert hát ő ilyen volt. Igen. Tehát mi szerintem így egyben vagyunk, és folyamatosan kerülünk egymáshoz még közelebb. És azt is érzem, hogy most ő kivirágzott, és nagyon sok pozitív energiával kezdett el újra működni, mert, mert figyelek rá, mert nagyon szeretem, és azért, mert nagyon sokat gondolok rá. Rettenetesen sokat. És ezáltal a lélek, mint olyan képes újjá éledni. Fontos, amit mondok. Szó szerint kell érteni. Jó? Szó szerint. Vagy mondjuk azt, hogy a lélek képes föltámadni. Persze most lehet, hogy sokan azt mondják, hogy de hát, hogyha a lélek örök és nem hal meg, akkor hogyan támad föl? Akkor neki nincs szüksége föltámadásra, mert nem is hal meg. A föltámadást én itt teljesen más dolgokra értem. Agya mondtam, sokan arra értik, hogy a test, mint olyan, újra megnyilvánul. Már amikor ugye azt mondják, hogy valaki meghalt, például. És valamilyen energetikai dózis többlet által, igen, nagyon fontos most, amit mondok, ö, mégiscsak tovább mozog. De csak is az energiák által, ha nincs energia, ha ez a dózis nem érkezik meg, akkor nem. Ha nincs energia, ha valami nem táplálja ezt a rendszert, akkor hát azt kell mondani, hogy a fizikum, mint olyan, nem működik. És hogy mondtam, jó kérdés, hogy ez az energia honnan jön? Hát mindenképpen egy magasabb szintű rendszerből. Tőlem nevezhetjük úgy is, hogy Isten nevezzük úgy. Szerintem ez egy jó kifejezés ilyen szempontból. És meghatározás nevezzük úgy. Hogy benne csak pozitív energia van, és olyan magas rezgés szinten mozgó, rezgő rendszerez, ami képes látni ennyi mindent, azt is mondhatnám, hogy képes látni ennyi lelket. Meg egyáltalán a létezést. Szerintem. Maga ez a forrás, ugye? Amiről már beszéltem. És amelyekből olyan energetikai csomagok származnak, amelyek mozgatják ugye a testeket, a fizikumot, amíg testben kell lenni, majd ez az energia, illetve ahogy én mondtam, lehet, hogy fokozatosan ez az energia megy vissza, persze jó kérdés, hogy miért, hogy miért nem maradhat örökké itt, hogy az, mondjuk, hogy a testek is örökké éljenek, hát ez jó kérdés. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy, hogy ez cél el? Hogy cél az, hogy mondjuk egy test örökké működjön, de hogy tudna örökké működni egy test, egy anyag, forma? Hát csak akkor, hogyha az energia állandóan itt van és megvan, akkor örökké lehet tenni ezeket a testeket. És akkor az öregedés sem indul be, a betegségek sem, meg igazából szerintem a szenvedés sem, semmi olyan dolog, ami, ami, ami lehúz, ami az alacsonyabb szintekből származik a másik oldalból, az ellenpólusból. Tehát magát a halál úgymond tényét, vagy azt is mondhatnám, hogy ezt az átkot nem az Isten rakta az emberiségre. Szerintem nem. Szerintem ez mind a másik oldalból, a negatív pólusból jön. Mert Istenből csak pozitív, szeretetteljes, magas szintű, rezgésszintű energiák érkeznek, amelyek pont, hogy éltetnek, és amelyek pont, hogy örökséget tudnak adni. És hogyha annyira közel kerülnénk ehhez a rendszerhez, akkor lehet, hogy a testek is örökké fent maradnának, és soha nem pusztulnának el. Persze, hogy mondtam, nagyon jó kérdés, hogy ez céle. Hogy mondjuk én örökké szeretnék -e ebből a testben megfogalmazódni, hogy ezt el tudjuk képzelni? Jó kérdés. Hát ezt szerintem mindenki saját maga érzi önmagával kapcsolatban, hogy, hogy ez milyen. Hogy milyen lehetne, vagy hogy ki szeretne egy ilyen állapotot vagy sem, ez sok mindentől függ. Nyilván, hogyha egy tökéletes rendszerek lennének, és nem lennének ezek a hibás kódok, és nem lenne betegség, fájdalom, szenvedés, stb. 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 öregedés, akkor lehet, hogy nagyon sokan azt mondanak, hogy persze ők örökké akarnak élni ebben a testben. Nem, nem csupán nagyon hosszú ideig, hanem örökre. És a Földön, mert itt olyan marha jó lenni, de mivel ez mind nincs, és mivel nem olyan jó a Földön lenni, és mivel van öregedés, betegség, halál, fájdalom, tötör, tötörő, rengeteg negatív erő, ezért nagyon sokan azt mondják, hogy dehogy akarnak örökké élni, hát ö, már alig várják, hogy vége legyen ennek az egész történetnek, és megszabaduljanak ettől a sok tehertől. Igen, de ez azért van, amit mondok, mert hibáskód, dok alapján működik a földi létezés. És azért, mert. Ö, Ilyenkor az ember nagyon rossz állapotokba kerül. Persze, hát ki akar szenvedni meg beteg lenni, stb. stb. So, 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 so. nyilván senki. Hát át kell kódolni ezt az egész itteni rendszert szerintem át kell kódolni, magasabb szintekre kell emelni, vissza kell segíteni ebbe az isteni mintába, föl kell emelni a rezgésszinteket, a frekvenciát, hogy a negatív erők lehújjanak, úgymond, hogy a pozitív rezgések. Fogalmazódjanak meg magas szinten, ja és igen, hát ami nagyon fontos, amit mondtam, az a fény. Mert ha nincs fény. A lélekben, vagy ebben a rendszerben, akkor úgymond pusztul az anyag. És akkor a testek is fénytelenné válnak, de szerintem a lelkek is. És uh, teljesen bezárnak, bezárkoznak, és. Uh, megkeserednek, és fénytelenné válnak, és pont. Szürkévé. Hát igen, hogyha nincs fény, akkor ez a fajta úgymond szürkeség, mint olyan befogálni. És én ezt éreztem meg, vagy ezt láttam meg nála, és azt mondtam, hogy nem tudom összeegyeztetni a korábbi ényét ezzel az ényével, mert olyan, mintha totál kicserélték volna a lelkét, mintha nem ugyanaz a lélek mozgatta volna már az idősebb kori horváterit, mint azt, aki még fiatalabb volt. És lehet, hogy ez tényleg szó szerint így volt és van. Persze nem csak vele kapcsolatban kell erről beszélni. Ez egy jelenség. Lehet, hogy ez egy ilyen globális jelenség, és mindenhol megfogalmazódik. Nem tudom. Nem, hát nem tudom, mert igazából ezt még nem mindenkivel kapcsolatban fedeztem föl, vagy lehet, hogy csak vele kapcsolatban. Nem tudom. Tehát ez egy nagyon jó kérdés hogy miért pont ő ihletett meg engem ennyire, vagy miért pont általa kezdtem el mondjuk ezeket a tételeket kidolgozni. Hát az is lehet, hogy mi ezeket annó megbeszéltük. Vagy most. Most beszéljük meg, és lehet, hogy most ő üzen, vagy ő generálja azt, hogy, hogy kezdjek el ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert, mert lehet, hogy így nagyon sok dologra jövünk rá, nagyon sok olyan titokra, amelyek eddig lehet, hogy kódolva voltak, de most már nem, mert én kikódoltam, átadtam, elmondtam, és ezeket tovább lehet gondolni, fejleszteni, hát mindenki úgy, ahogyan szeretné. Amilyen elgondolással jelen vagytok, vagy amilyen hitrendszerekkel, mert szerintem a hitrendszernek, mint olyannak, ebben a dologban nagyon nagy szerepe van. És akkor, ami még nagyon fontos, hogy szerintem vannak olyan magasabb szintű lények, lelkek, akik kicserélhetik, úgymond, az iker lelküket, vagy azt, akivel egy térben foglalnak helyet. Egy órában. Szerintem nálam történtek már ilyen dolgok, mert ahogyan mondtam, mindig egyre magasabb és magasabb szintekre emeltem ezt a vállást, és ahhoz mérten olyan lelkeket vonzottam be, vagy jelenítettem meg, akik ugyanilyen szintekkel működtek, mindig az adott állapotoknak megfelelően. De nem gondolom azt, hogy ez mindenkire igaz lenne, ez azokra igaz, akik ilyen vállalásokkal jöttek. És ahogyan mondtam, igen, ez a mint olyan, ilyen formán létre tud jönni, mert lehetnek olyan lelkek, akiket elutasíthatunk energetikailag, és olyanokat is, akiket befogadunk. Hát most számomra ilyen horvátteri, hogy az ő lelkét, a, a fiatalabb kori ényét, azt abszolút befogadtam és átadtam neki, úgymond ezt az egész teret, meg igazából az én lényemet is, ami által azt kell mondani, hogy nagyon sok minden közös, de viszont a 60-70 éves kori énnyét nem. Azt valamilyen szempontból azért zárom ki, mert ahogyan mondtam, az már nem ő volt. Az már nem ő volt. És lehet, hogy ő ezt érezte. Vagy tudta. És az is lehet, hogy ő ezért vonult ki. És ezért nem járt emberek közé, mert ő ott valamit érzett, és valamit tudott. És azt is tudta, hogy az utolsó 10-20 évét így kell eltöltenie, ami szerintem brutálisan nehéz lehetett. Borzalmasan nehéz. De ahogy mondtam, én azt érzem, hogy ezzel a három hónap alatt amióta vele elfoglalkozom, nagyon-nagyon sok mindent visszatudtam számára pótolni, nagyon sok szeretet energiával látom el, rengeteg pozitív erővel, miképpen ő is, hát ez kölcsönös, mert egy térben fogalmazódunk meg egy órában, és így egymást segítjük, és egymást nagyon, de nagyon szeretjük. Mert ezt érzem. És folyamatosan ezt sugolja felém, hogy ő nagyon szeret. És ez nagyon erősen kölcsönös, mert benne tényleg a női mintaképemet találtam meg. Vagyis ő az, akit gyerekkorom óta kerestem, óvodáskorom óta, és, és akiről tulajdonképpen én már fiatalabb koromban rajzokat is készítettem, csak akkor még nem tudtam, hogy ő az. De már akkor is bennem diktált, bizony. És most arra jutottam el oda, hogy ezeket a tételeket megéreztem általa hogy összetudtunk kapcsolódni, hogy ez a váltás meg tudott történni, hogy be tudtam őt úgymond vonzani, hogy az energiák összeadottak, újra élettek, és mi is általuk. Mert ahogyan mondtam, ez a lényeg, hogy olyan energiák működjenek, amelyek által újra éledünk, feltámadunk, és tovább tudjuk vinni a vállalást, hát ki így, ki úgy. Ő egy magasabb szintű szellemi minőségben, én pedig még itt, de majd megyek tovább, és remélem, hogy egy még magasabb szintű közös aurában totálisan egyesülünk, és akkor már tényleg valóban egy szinten foglalunk helyet, nem biztos, hogy újra testet fogunk költeni, mert lehet, hogy erre már nem lesz szükség, és persze gondolom, hogy más lelkek is fognak oda csatlakozni, hát éppen azok, akikre szükség lesz egy ilyen magasabb szintű vállalásban, a megigazulásban mondjuk azt, hogy itt benne. Ugyanis a lélek szerintem egy idő után hazatér. Hát Istenben tér haza. Fokozatosan kivonja magát a fizikumból. Ami meglátszik, hogyan? Hát egyelőre az öregedés kapcsán és által. Ez egészen addig lesz így, amíg át nem alakulnak az itteni rendszerek, amíg magasabb szintekre nem érünk például az ötödik d vagy annál még magasabb dimenziókba, mert akkor ott már szerintem ezek a folyamatok nem fognak megfogalmazódni, sokkal könnyebb létállapotok lesznek, az anyag, anyag nem lesz ennyire sűrű, viszontagságos, és lehet, hogy ott már totálisan felszabadulunk, és egyé válunk, és az energiák is szépen összerendeződnek, nem lesznek kibillenések, mert az is lehet, hogy mindez csak a Földön fizikális változatban történik meg. Szóval nagyon sok mindenről kell beszélni. Nagyon sok érdekes jelenség van itt. Hát olyan jelenségek, amelyeket lehet, hogy még ma kevesebben kutatnak, és amelyekről még mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt mi sem gondolkodtunk, én sem, bár sok mindent éreztem akkor is, csak nyilván még akkor nem tudtam ezeket a gondolatokat így elmondani és átadni. Nekem most nagyon kellett az, hogy Horváth Teri szó szerint beköltözzön az életembe, nem csak az életembe költözött be, hanem az aurámba, a lelkembe, és akkor így mi most már együtt élünk, <laughs> egyben. Egy olyan csodálatos helyen, aminek lehet, hogy nincsen konkrét lakcime, bár azt úgysem mondanám el, de ez egy hatalmas tér és közeg, végtelen, nagyon szeretetteli, és az is lehet, hogy örök. Az is lehet, hogy az örök létezést így érhetjük el, egymás által, az iker lelkek segítségével, és azáltal, hogy az energiák mindig élnek és működnek, hogy ellátnak, és hogy egy idő után visszavonulnak oda, abba a rendszerbe, ami ugyanúgy örök. Mert lehet, hogy szándékosan kell, hogy itt hagyják a fizikumot, ezek az energiák egy idő után. Mert elvégezték, úgymond a dolgukat, vagy mi elvégeztük. És akkor tovább kell menni. Mert ahogy mondtam, az energia nem fog el Tűnni, hát ezt tudjuk, csak maximum átalakul, vagy mondjuk azt inkább, hogy lehet, hogy a fizikai rendszerek alakulnak át az energiák által, és a lelkek által. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen lélekkel vagyunk megáldva, hogy hogyan fejlesztjük magunkat, hogy az én lelkem nemesebbé válik, vagy sem, hogy kicserélődik, vagy nem, hogy igazából hány lélekkel is élünk mi együtt, nagyon jó kérdés. Szerintem ezeket érdemes vizsgálni. Én úgy gondolom, hogy most nagyon sok kérdést tettem föl. Nagyon sok mindent vizsgálhatunk az elkövetkező időszakokban, és szerintem most már lassan lesz 40 órányi olyan felvételem, amit konkrétan Horváth Terézia lelke ihletett, aki most már szerintem Sokkal jobban van, sokkal felszabadultabb, boldogabb, főként eme energiák által, amelyek én azt gondolom, hogy mindenképpen ebből a nagyon magas szintű szeretet mintából erednek. Nyilván nem véletlenül. Kell, hogy éljen ez a rendszer, és hogy örökké fönt legyen. Szükség van rá. Mert ha ez a rendszer nem lenne, mi sem fogalmazódnánk meg. És nem csak a testünk, hanem a lelkünk sem. Hát ezért nem mindegy, hogy ez a rendszer hogyan épül föl, és hogy, hogy mi honnan származunk, és az sem, hogy hova térünk vissza. Mert ez a rendszer nagyon-nagyon sok dolgot képes adni, nagyon sok csodát, örökséget és enélkül nem jutunk sehova. Sőt, azt is mondom, hogy eme rendszer nélkül én sem tudtam volna felépíteni a vállalásomat, és nem is jöttem volna rá ennyi mindenre. Ugyanakkor kellenek az inspiráló erők. Kell a másik fél, vagy a harmadik, a negyedik, sokan kellenek hozzá. Kellenek a húzó erők, amelyek motiválnak, és amelyek visszaemelnek az eredetbe. Mert szerintem ez az eredet, az egység, ez a magas szintű örökrendszer, ahová a lélek sok esetben siet vissza, hátrahagyva a fizikumot, ami által az anyag eltűnik. Lehet, hogy azért, mert most még. Hát azt is mondhatnám, hogy ennek kell megtörténnie. A tanulságok miatt. Ha a lélek megváltozik, vagy akár kicserélődik, vagy más lesz az összetétele, az nagyon erősen látszani fog a testen, nagyon erősen kivetül. És az is, hogyha az energia, mint olyan, kivonul, vagy kevesebbé válik, akkor a test, mint olyan, ahogy mondtam, szerintem elkezd öregedni, és sokkal rosszabb állapotok következnek be. Érdemes egyébként vizsgálni az energetikai rendszereket. És azt is, amit mondtam, hogy kik azok, akik a mi auránkban vagy lelkünkben ugyanúgy megfogalmazódnak, vagy hogy ez a fajta közösség úgy mond, hogy a épül föl. Mert ez is egyfajta közösség, szerintem a legfontosabb közösség, de mivel ez láthatatlan terület, ezért tudom azt, hogy sokan ezt nem érzik, nem látják, nem vizsgálják, pedig szerintem, hát lehet, hogy ez a megoldás kulcsa, jó kérdés, majd ki fog derülni szerintem ez egy idő után, hogy ez tényleg így van-e. Minden esetre én elmondtam most is, hogy milyen gondolatiság fogalmazódott meg bennem, és próbáltam ugye eképpen kifejteni Ezeket a tételeket 947. alkalommal, és hogyha jól tudom, akkor ez az 1002. videó a csatornám. Hát nyilván nem véletlenül. Biztosan azért, mert nekem ez a dolgom, ezért jöttem vissza, és ezért kaptam valószínűleg annyi energiát, hogy ezt a vállalást végig tudjam vinni. De ehhez nagyon kellettek a rokonlelkek és az ikerlelkek, mert nélkülük ezt nem építem föl. Ez biztos. De az is lehet, sőt, biztos vagyok benne, hogy az én energiám is kellett ahhoz, hogy ők is fölépítsék azt, amit fölépítettek. Ahogyan mondtam, ez kölcsönös. Hogyha egy órában vagyunk benne, akkor igazából minden közös. És ez szerintem, ez egy... Egyrészt nagyon csodálatos dolog, másrészt felelősségteljes, teljes, mert nem mindegy az, hogy én mit küldök ki. Mire gondolok, mit érzek, mert azt a másik is meg fogja érezni. És ugyanúgy fog cselekedni. És így nagyon erősen tudunk egymásra hatni. Miképpen szerintem ez a világ létezése kapcsán is ugyanígy létrejön. Tehát nem mindegy az sem, hogy például a Földet körülvevő a urában mi fogalmazódik meg, vagy a földön belül milyen energiák adódnak össze, hogy az emberek miket bocsájtanak ki saját magukból. Mert ezáltal épül fel a fizikális rendszer, és ezáltal fogunk öregedni, vagy sem. Ezáltal tudunk örökké tenni valamit, vagy sem. Hát mindig az a kérdés, szerintem, hogy mi a cél, hogy mit akarunk itt látni, elérni, hogy miért jöttünk vissza, miért öltöttünk testet, hogy meddig akarunk itt lenni, és hogy mikor kell tovább menni, hogy ugyanezt a munkát magasabb szintű szellemi rendszerekben folytassuk tovább. Akkor már tényleg totálisan összeadódva, egységben, és mondhatnám azt is, hogy blokkok nélkül, jó kérdés, hogy emlékezve-e az itteni létállapotokra, vagy mindezt elfelejtve, és hogy teljesen Megújult lélekkel folytatva tovább. Hát remények szerint, hogy az örök létezést, mert én azt gondolom, hogy ebben a magasabb szintű szellemi mintában, rendszerben ez az, ami megvalósul. És mondok még valamit, ez az, amire mi emlékszünk. Nem felejtettük el az eredetet, hogy honnan jöttünk. Mert ez a minta az, ami bennünket igazán megmutat. És szerintem ez így jó. Azt is mondhatnám, hogy így van rendjén. Mert ez a rend. Ennek kell lennie.